Köszöntöm kedves nézőinket a Szemünk Fénye című magazinunkkal. Dr. Molnár Gábor nyugdíjba vonulásával egy időben 2016. március 1-től dr. Kazacsai László, a megyei kórház onkológiai tapasztalattal is rendelkező főorvosa lett, a Kalocsai Szülészeti Nőgyógyászati Osztály új vezetője. Dr. Molnár Gábor vezető főorvos megbízatása március 1-jével nyugdíjba vonulásával egy időben lejárt. Bár tovább folytatja kórházi munkáját, megköszönte a betegek és a kórház vezetésének eddigi bizalmát. De továbbra is ugyanan elánnal szeretnénk addig, amíg igény van ránk dolgozni itt többen is, mert a főorvos úr lesz a legfiatalabb közöttünk, úgyhogy, és a többiek már mind nyugdíj közelben vagyunk, sőt azon túl is. De természetesen, hogy dolgozni szeretnénk tovább, mert szükség van ránk, azt szeretnénk, az osztály is tovább menni. Én 13 évet vezettem az osztályt megbízás alapján, és hát úgy érzem, hogy sok sikert, kevés kudarcot értünk el, nagyon örültünk annak idején ennek a szép felújított helyünknek, és hát eredményeink se voltak rosszak. Soha nem kaptunk dorgálást, dicséretet kaptunk Pál Attila professzortól is, Godó professzor úrtól is, úgyhogy én büszke vagyok arra, amit tettünk közösen, nem magamra természetesen, és hát nagy örömmel vártunk, mert elég volt. Minden ember életében egyszer jön egy olyan pillanat, amikor át kell adni a stafétát, ezáltal a felelősséget is egy fiatalabbnak, aki jól képzett, és új szint hoz az osztály életébe. Erre vágyunk, és hogy minél több betegünk legyen. Újra. Véget értek, hál' Istennek, a rémhírek, meg az egyebek, amik itt 5-6 éven keresztül, vagy már több is foglalkoztattak bennünket. Az osztály léte egyáltalán, meg minden úgy néz ki, hogy itt minden helyre áll a rend, marad a Kalocsai Kórház, és egy friss szellemű vezetőnk lesz, akit régóta ismerek is, személyesen is, és hát sok sikert kívánok az utódomnak, és mi természetesen mindenben, amiben megkér bennünket, illetve ami a kötelességünk, segíteni fogjuk az ő munkáját, dokszor nélkül. Miután egy búcsúról és nyugdíjba vonulásáról van szó, kíváncsiak voltunk arra, hogy főorvosként mire a legbüszkébb, és mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza dr. Molnár Gábor az elmúlt 13 évből. Most libabőrös lettem. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a nőgyógyászat az egy nagyon sikamlós, szülészet nőgyógyászat egy nagyon sikamlós pálya, és mindenütt akaratunk ellenére fordulhatnak elő súlyos esetek. De arra vagyok legbüszkébb, hogy volt egy-két súlyos eset, amiből haláleset is lehetett volna, hogy nálunk ilyen nem történt. Erre vagyok a legbüszkébb, hogy mindjárt és mindig mindenki a fedélzetem volt ilyen esetben, kórház aparaja nagyja, és hiúságot félretéve mindig az oldotta meg a problémát az itthon lévők közül, aki legjobban érthet hozzá. Erre vagyok a legbüszkébb, hogy nem ért bennünket semmilyen olyan tragédia a szakmába. Arra is büszke vagyok, hogy ugye nagyon, amikor a 10 évvel ezelőtt volt a költözés, és hát ott még a régi helyen voltunk összezsúfolva minden, akkor egy nagy mélyponton volt a szülészámunk, 212-ben jöttünk ide át, 2004 karácsonyán, és 4 év alatt 70%-a, 2012-ről fölment a szülések száma, a kubatúra következményeképpen, a munkánk következményeképpen, ahhoz, hogy importáltunk 2 életerős fiatal kiskunhalasi főorvost is, akik azóta 10 éve itt dolgoznak, nagyon nagy örömünkre és nagyon nagy szaktudással rendelkeznek ők is, és fölemeltük a szülés számot 212-ről 361-re. És most úgy a 280-300 körül mozog. Elégedett vagyok még, arra nagyon büszke vagyok, hogy egy 5-6 éve ezelőtt volt egy kismama vagy baba magazinnak egy országos fölmérése, és pontozták a kismamák véleménye alapján, betegek véleménye alapján az osztályokat országszerte,
és Bács megyébe, 5 pont volt a maximum, Bács megyébe bennünket pontoztak legjobbra. Jó, hát a harmadik, második legkisebb osztály voltunk akkor, de erre nagyon büszke vagyok, hogy mert első az, hogy a betegek legyenek elégedettek egy osztályra. Az új főorvos, dr. Móca György főigazgató helyettes felkérésére Kecskemétről érkezett Karocsára. A megyei kórházban 28 éve dolgozó szakember első munkanapján mutatkozott be a helyi sajtónak. Kazacsai László vagyok, Kecskemétről jöttem, ahol 28 évet dolgoztam gyakorlatilag egyfolytában. Jó részt közalkalmazottként, utána pedig szellemért szabad foglalkozású szerződésem volt a Kecskeméti Kórházzal. Szülészetnőgyógyászat egy komplex dolog, ezen belül az utóbbi 10 évben hát a nőgyógyászati onkológia volt a úgymond a fő csapásirány. Ennek kapcsán egy 3 évet az onkológiai központban, Kecskeméten van egy onkológiai központ, egy regionális centrum, ahol 4 évet dolgoztam, ezt követően lettem szellemi és szabad foglalkozású. Hát Isten igazából majd kipróbálnám itt magamat. Természetes számítok az itteni kollégákra, akik ugyan nyugdíjba vonulás alkalmával Molnár főorvos úrtól venném át az osztálynak a vezetését, de a nyugdíj az legfeljebb csak a korukat tekinti, de a aktív munkába nagyon számítok az ő segítségükre. Korábbi munkássága és életútja mellett dr. Kazacsai László hosszú távú elképzeléseiről is beszélt televíziónknak. Ahogy miért jöttem Kalocsára, Móca főigazgató hívására. Tehát ott már volt tavaly szó róla, hogy talán érdeklődnék egy ilyen mívesváros főorvosi vezető, vagy vezetőfőorvosi posztjának a betöltésére. Kihívásoknak szeretnék megfelelni. Hogyan fogadták a kollégák az érkezését? Hát zömmel ismertem a kollégákat, személyesen is, és természetesen hírből is, mert a szülésztársadalom azért nagyon apadóban van, és gyakorlatilag ugye én lennék itt a legfiatalabb a kalocsai orvosok között a magam 53 évével. Nagyon szeretnék majd fiatal, frissen végzett kollégákat ide csábítani, mert gyakorlatilag nem is tudom, mikor jött ide Kalocsára új fiatal orvos. Gyermekdalok, bábszínház, babaangol, mozgásfejlesztés. Ilyen foglalkozásokon vehettek részt, és ilyen hasznos dolgokról hallhattak már idén a gyermekkönyvtárban működő Babamama klubba ellátogatók. Néhány éve hozták létre a klubot, akkor még a Kossuth Lajos utcában működő könyvtár épületében. Azóta a nyári szünet kivételével folyamatosan működik, és mindig valamilyen új témával, elfoglaltsággal készülnek a szervezők az anyukáknak és a gyerkőcöknek. Két hetente vannak a foglalkozások, mindig más vendég van. A gyermekek egészen pici kortól járnak hozzánk, van, aki még járni sem tud, tehát csúszik, mászik, illetve még óvodáskorban is gyakran visszajárnak, úgyhogy őket is várjuk. Tehát korhatár nincsen. A lehetőségek elég sokrétűek, szeptember óta például volt már náluk a Mikulás, kézműves foglalkozáson karácsonyi díszeket készíthettek, gyermekdalokat hallhattak, tanulhattak, bábszínházi előadást láthattak, és babaangolon is részt vehettek. De szó esett már akkor a gyermekkori fejlődésről, állami támogatásokról, és egyéb szakemberek is jártak náluk. Volt bábszínházi előadásunk, aztán személyszorvos vendégünk is volt, illetve lesz bábozás, még az elkövetkezendő időben játszóház is szokott lenni évszakonként. És ugye szakemberek is szoktak jönni, mert most is például egy szakember érkezett hozzátok. Mik azok a témák, amik már felmerültek itt a klubban, vagy esetleg terben van, hogy még hívtok szakembert? Hát a gyermekkori allergiákkal kapcsolatban volt már vendégünk, illetve ugye a mozgásfejlődéssel kapcsolatban, szemvizsgálat kisgyermekkorban, ezzel kapcsolatban is volt vendégünk, védőnők rendszeresen vendégeink.
És ezt hogy találjátok ki, hogy mikor mi a téma? Tehát ti dugjátok össze a fejeteket, vagy az anyukák is közreműködnek ebben? Hát is, mi összedugjuk a fejünket, illetve hogyha van külső ötlet vagy kérés, akkor természetesen mi próbálunk mindenkinek eleget tenni. Ott jártunk, akkor egy gyógypedagógus volt a vendég, aki a mozgásfejlesztés szerepéről és jelentőségéről beszélt. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan veheti észre egy anyuka, hogy mondjuk ilyen mozgásterápiára van szüksége, vagy a gyereknek milyen idős korában érdemes ezzel foglalkozni. Tehát akkor kezdjük az elejétől, hogy ez hogyan működik. Hát mindenképpen, ha bármilyen tünetet, problémát észlel az anyuka, amit úgy gondol, hogy szakemberhez kell fordulnia, akkor érdemes minél hamarabb a kérdését feltenni a megfelelő szakembernek, és a szakember mindenképpen választ ad az ő kérdésére, és tovább fogja küldeni ahhoz a pszichológushoz, gyógytornászhoz és konduktorhoz, akire a kisgyereknek szüksége van. És nagyon fontos a korai fejlesztés, hogy minél hamarabb felismerjék azt, hogy egy-egy gyereknek mire van szüksége. De akkor mégis most mondjuk el azt, hogy mi az, ami mondjuk intőjel lehet, tehát mi az, amiből az anyuka arra gondolhat, hogy szükség van szakemberre? Például egyes mozgásfázisok, a korai mozgás periódusok, vagy hiányoznak a gyerekeknél, vagy kimarad, vagy pedig nem megfelelő módon végzi a gyermek. Gondolok arra, hogy a kúszásnak, mászásnak, felállásnak megvan az ideje és a módja, illetve nem megfelelő sorrendben történik. Ez mind-mind olyan tünet, ami esetleg a későbbiekben egy ilyen tanulási zavart vagy nehézséget okoz. Természetesen vannak súlyosabb esetek, amikor egy koraszülés, vagy magában a mozgásfunkcióban, vagy a mozgatóközpontban sérül egy-egy gyerek. Ez egy másik kérdés, amikor egy intenzívebb és teljes körű fejlesztésre van szüksége a gyereknek. Ekkor már arról beszélünk, hogy nem elég a TSMT terápia, hanem mindenképpen szükséges egyéb más kiegészítő gyógymód ahhoz, hogy a gyermek megfelelően fejlődjön. Tehát van egy úgynevezett korrektív és prevenciós jellege is egy-egy mozgásterápiának. Ugye most beszéltél itt kúszásról, mászásról, felállásról, de hogyha még kicsebbeket nézzük, tehát mondjuk olyan is előfordulhat, hogy a gyerek nem tartja úgy a fejét, vagy nem fordítja úgy, tehát egész piciknél is észre lehet ezt már venni? Természetesen igen. Ezt hívjuk a nem megfelelő izomtónusz szabályozásnak, amikor vagy túlságosan feszes egy-egy izomterület, vagy pedig túlságosan laza. A laza izomtónust azt hívjuk hipotómiának, amikor feszes, akkor pedig nyilvánvalóan, tehát amikor laza, akkor az izomzatnak az erősítésére van szüksége, és amikor feszes, akkor egy ilyen lazításra van szükség egy-egy területen a gyereknél. És akkor most említettél olyat, hogy TSMT torna, akkor ezt mondjuk el úgy, hogy a laikusok is értsék, hogy itt miről van szó. Ez a TSMT a tervezett szenzomotoros tréningnek a rövidítése, ami azt jelenti, hogy tervezett érzékszervek által bevont mozgásos tréningek. A tréning azt jelenti, hogy különböző eszközökkel fejlesztjük a gyerekeket játékos módon és énekelve, mondókázva, a ritmust ezáltal fejlesztve, tehát nagyon sok minden egyéb más területet is bevonva ebbe a fejlesztésbe. Gondolok én arra, hogy a nagy mozgáson keresztül a téri tájékozódást, az észlelést, a szerialitást, és még sok-sok-sok mindent tudnék sorolni, amit bekapcsol, úgymond integrál ez a torna. És akkor ez a gyakorlatban ezt hogy néz ki? Tehát akkor ez ilyen játékos formában, hogy a gyerek mégsem kezelésnek érzékelje annyira, hanem egy játéknak fogja fel? Én azt gondolom, hogy igen, és sokan nagyon-nagyon szeretik. Ha játéknak fogjuk föl, akkor nem biztos, hogy jó a dolog, mert ez mindenképpen egy kötött
együtt tevékenység, tehát itt meg van határozva, hogy az elejétől a végéig milyen sorrendben végezzük el a feladatokat, és az is meg van határozva, hogy heti hány alkalommal kell egy-egy gyereknek ezt végezni otthon, mivel ez egy home terápia. A gyerek otthon a szülővel, az otthoni környezetben végzi a gyakorlatsorokat, és minden egyes gyereknél az állapot és mozgásvizsgálat, ami a terápiai írást előzi meg, minden egyes gyereknél erre a tünetlistára állítunk össze feladatsorokra, tehát óva intek mindenkit, aki már ismeri a TSMT-t, hogy esetleg bármely rokonának a tornáját elővegye, ugyanis ha 200 gyerek keresi föl a TSMT terapeutát, akkor mind a 200 gyereknek más és más tornát fogunk felírni, ugyanis a terápia során, amikor mi elvégezzük és megtanuljuk ezt az úgymond mozgásterápiát, mi egy 1000 feladatsorból álló anyagot állítunk össze, amiből utána egy-egy gyereknek a különböző 1-es, 2-es, 3-as, 4-es tréningekbe más és más gyakorlatokat és más sorrendbe állítunk össze az ő tüneteiknek, problémáiknak megfelelően. És akkor, hogyha jól értem, akkor ez úgy történik, hogy az anyuka eljön a gyerekkel, megtanítod neki a gyakorlatokat, és utána otthon végzik, vagy attól függetlenül bizonyos rendszerességgel kell járni erre a tornára? Igen, otthon végzik a terápiát, tehát a terapeuta megtanítja az anyukának azokat a mozdulatokat, fogásokat és egyéb pózokat, posztúrákat, amire a szükség van a tornáztatás során, és mindenképpen kontrolláljuk a gyermek fejlődését azáltal, hogyha úgy érzi az anyuka, hogy bizonytalan egy-egy feladatban, akkor mi visszahívjuk őt, illetve bármikor visszajöhet a terapeutához, és meghatározott időközönként találkozunk, amikor sor kerül arra, hogy mi megnézzük azt, hogy a gyermek mennyit fejlődött ez idő alatt, és van-e lehetőség arra, hogy újabb tornát kapjon a gyerek. És mondjuk milyen időskorban lehet ezt elkezdeni? Tehát meg van szabva, hogy mikortól érdemes jönni a gyerekkel, vagy egész picivel is lehet kezdeni? A tanulmányaink során 3 hónapos csecsemőktől kezdve egészen én úgy gondolom, hogy 10 éves korig ez nagyon jól hasznosítható, de tudomásom van arról, hogy idősebb korú gyerekek is végeztek már TSMT terápiát. És általában mennyi idő az, ami alatt már mondjuk látványos eredményt lehet elérni egy gyereknél vagy egy babánál? A látványos eredmény az nagyon sok mindentől függ. Függ a szülők, illetve a gyerek hozzáállásától is. Mindenképpen fontos az, hogy partner legyen a szülő, partner legyen a gyerek abban, hogy a fejlődést el tudjuk érni eredményként. Ezért azt gondolom, hogy ez minden gyereknél más és más, mivel nincs két egyforma gyerek, ezért mindig változó, hogy mennyi idő alatt mutatkozik meg a fejlődés. És akkor nagyjából ez mondjuk milyen rendszerességet tükröz? Tehát, hogy minden nap kell ezt csinálni, vagy egy héten egy-két alkalommal? Tehát milyen rendszerességgel kell akkor az életükbe ezt a tornát beiktatni? Tanulási nehézség, tanulási zavar esetén én általában ilyen típusú gyerekekkel foglalkozom. A heti 2, illetve 3 alkalom az, ami már tud hozni eredményt, illetve beszéltem a súlyosabb problémákról. Ott viszont én azt gondolom, hogy a napi 1, illetve napi 2 egy héten, tehát az, ami igazából talán eredményes lehet egy ilyen komolyabb tünetekkel rendelkező csecsemő esetén. És mondjuk a gyerekek hogy szokták ezt fogadni, vagy mondjuk mennyire élvezik, vagy mondjuk nem élvezik ezt a dolgot? Tehát sokszor a szülők mondjuk félhetnek egy picit attól is, hogy a gyerek hogy fog reagálni. A gyerekek általában nálam mindig mosolyognak, és soha nem volt sírás, de a sírás sem kizárt. Ugye egy csecsemőnek nem tudod elmagyarázni sokszor, hogy mi fog következni. Ezért előfordulnak síros babák is. Tanulmányaim során is találkoztam vele. Én azt mondanám, hogy ez megint változó, de amelyik szülő megtalálja az anya-gyerek kapcsolat, illetve apa-gyerek kapcsolatba azt az összhangot, akkor nagyon-nagyon jól is sülhet el a dolog. Tehát van úgy, hogy
nem írjuk elő azt, hogy minden nap tornázzanak, de a gyerekek viszik a kis plédet, húzzák a szülők után, és nyaggatják, hogy de igenis most tornázni kell. És akiknél mondjuk kicsit nehézkesen indul, tehát ott akkor mi a javasolt, hogy akkor szépen apránként foglalkozzanak ezzel, vagy igenis erőltetni kell azt, hogy csinálni kell, és akkor a gyerek előbb-utóbb megszereti, megszokja? A mozgásterápiának a másik lényege az, hogy akkor tudunk elérni eredményt, hogyha azt az előírtnak megfelelően használjuk. Betegségek esetén, hogyha az antibiotikum felét szedem be, akkor valószínűleg vissza fogok esni. Megvan a módja, a miértje és a hogyanja a terápiának, ezért azt szoktuk mondani, hogy szeretjük, nem szeretjük, be kell venni. Arról azt hiszem, még nem beszéltünk, hogy milyen hosszú időtartamú egy ilyen torna, tehát nagyjából mennyi időt kell rászánni. Maga a tréningnek a hosszúsága az általában egy olyan 45 percet vesz igénybe. Nyilván ez szintén azt mondom, hogy egy kicsit változhat, eltérhet, mivel nem mindig várhatom el a gyerektől, hogy 45 percen keresztül koncentráljon. Ugye ez életkori sajátosság is, hogy egy-egy gyerek mennyit tud figyelni, illetve eltérhet még ez, tehát hosszabb időre is kinyúlhat ez az időtartam, mert ha nagyobb gyerekek vannak, akkor nyilván, ha jobban terhelhető, akkor egy tréning akár lehet egy-másfél óra is. Azt nem tudom, hogy te mennyi ideje foglalkozol ezzel, de mondjuk sikertörténetekről be tudsz már számolni, amikor mondjuk egész pici kortól elkezdtétek, és mondjuk a gyerek több éves, és ha volt is valami problémája, akkor az teljesen helyre jött, és sikerült kezelni? Az az igazság, hogy én nagyon rövid ideje foglalkozom még ezzel. Soha nem volt olyan, hogy negatív dolgokkal jött volna vissza egy szülő. Tehát aki nálam TSMT tornázott, illetve a kollégáknál, mert van már TSMT terapeuta Kalocsán elérhető, nem csak én, hanem rajtam kívül még azt hiszem, hogy ketten. Én úgy gondolom, hogy mindig van pozitív változás. Arról esetleg még egy picit tudunk beszélni, hogy egyébként ennek, te mondjuk mondtad, hogy nem régóta foglalkozol, de hogy milyen hagyománya van ennek a tornának, tehát hogy mennyi ideje bevett szokás ez mondjuk a szülők, terapeuták körében. A TSMT tornát az dr. Lakatos Katalin dolgozta ki. Ő egy konduktőr, gyógypedagógus és mozgásterapeuta, és sorolhatnám még, mert egyéb más végzettségei is vannak. Ez a mozgásterápia, ez nem új keletű, én úgy tudom, hogy már több mint 20 éve létezik. Az elterjedtsége az még mindig úgy gondolom, hogy kevés a terapeuta ahhoz képest, hogy amennyi gyereknek szüksége lenne erre a terápiára, de természetesen ez a terápia nem egyedülálló, mert országszerte is még föl tudnék sorolni legalább 20 féle olyan módszert, ami a mozgásfejlesztésben legalább ilyen hatékony és eredményes, mint például egy TSMT terápia. De akkor az elszó mégis az, hogy ne adja fel a szülőt, tehát mindenféleképpen küzdeni kell és foglalkozni kell vele. Én azt gondolom, hogy a pozitív oldala is megvan, mert szülőnek és pedagógusnak is kötelessége, hogy például a mozgást megszerettesse a gyerekekkel, és hogy a mozgás igényt támasszunk a gyerekekben, mert egyrészt nagyon egészséges, másrészt pedig a tanulás alapja a mozgás. A nyári szüneti körbe járják még a higiénia és a bölcsödébe járás kérdését, és a beszédfejlődést is logopédus segítségével. Ezen kívül lesz még kreatív foglalkozás húsvét előtt, és báb előadás is. Mit vesztek észre, vagy te személy szerint anyukaként, mit veszel észre, hogy miért jó ez, hogy ebbe a klubba jöttök, vagy mennyire kovácsolódnak mondjuk össze itt az anyukák, a gyerkőcök? Hát én azt gondolom anyukaként, hogy egyrészt egy jó kikapcsolódás lehet, mind az anyukának, mind a gyermeknek, ugye, illetve hát hasznos információk is elhangzanak itt, én azt gondolom, jókat beszélgethetnek itt az anyukák, mind a mellett, hogy ugye nagyon sok hasznos dolog elhangzik. Egy picit a gyerkőcöknek ez segíti azt is, hogy mondjuk az óvodába könnyebb legyen, hogy itt már gyerekek közt van, társaságban van? Én azt gondolom, hogy igen, ez erre is jó, hogy egy kicsit találkoznak egymással, ismerkednek egymással, játékokkal itt játszanak, és illetve a könyvekkel is találkoznak már egész piciként, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Milyen az aktivitása a klubnak, tehát mennyien szoktatok általában lenni egy-egy foglalkozás vagy egy-egy klub alkalmával?
Hát ez változó, ugye nagyon sok mindentől függ, az időjárástól, hogy milyen betegségek vannak éppen ugye a városban. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen 20-30 fő minimum szokott lenni. És most ugye évelején vagyunk, de ha jól tudom, akkor van, amikor szüneteltek is, tehát akkor aki mondjuk érdeklődik a klub iránt, de még nem volt, annak mondjuk el, hogy hogyan működik a klub, vagy mikor tud jönni. Egészen májusig tartanak, május elejéig, illetve van egy nyári szünetünk, és szeptemberben újra indul. És itt van mindig a Szent István út 2-4-ben a Tomori Pál főiskolának a második emeletén. Aki tehát kedvet kapott, két hetente csütörtökön 16:30-tól várják a gyermekkönyvtár új helyén. A következő foglalkozás március 24-én lesz. Köszönjük figyelmüket, műsorunkkal két hét múlva ismét jelentkezünk, viszontlátásra!